Köszöntöm kedves nézőinket, péntek esti híradónkkal jelentkezünk itt a Bajai Televízióban. Nézzünk egy rövid előzetest. Olvassák, de nem értik. Szövegértési problémákkal küzdenek a mai fiatalok, az okok között több tényező is szerepelhet. Adóváltozások. Több paragrafus is módosul január 1-től. Jó néhány területen kedvezőbben alakulhatnak a számok. Felelős szórakozás. Évről évre egyre több tűzijátékot gyújtanak meg szilveszterkor, a szabályokat azonban érdemes betartani. A 15 évesek harmada nem érti, amit olvas, derült ki a legutóbbi PISA felmérésből. A vizsgálat célja azoknak az alapvető ismereteknek a felmérése, amelyek a mindennapi életben való boldoguláshoz, a továbbtanuláshoz vagy a munkába álláshoz szükségesek a tanulók számára. A 2015-ös adatok szerint az utóbbi években romlott a magyar diákok teljesítménye, a szövegértés és a természettudományok területén gyengébb, matematikában pedig ugyanolyan eredményeket értek el a tanulók, mint 2012-ben. Témazárót írtak a Szent László AMK 11-esei a pénteki magyar órán. A feladatok között többször szerepel szövegértés is, de a diákoknak nem csak irodalomból kell ilyen típusú feladatokat megoldaniuk. Szerintem nehezebb a szövegértés, mivel ott több odafigyelés kell, és több idő kell arra, hogy a feladatot megoldjuk. A tanterben kevés a készségfejlesztő óra. Nyelvtannal például csak heti egy órában tudnak foglalkozni a pedagógusok. Ügyeskednie kell a tanárnak, módszereket, munkaformákat úgy kell kialakítania, hogy legalább néhány perc, illetve minden gyerek, akár egyénileg, akár párban, akár csoportban ilyen jellegű feladatot azért végezzen minden órán. A magyar szakos tanár azt mondja, a diákok többsége olvasott, ami a szövegértési feladatok megértésében is sokat számít, viszont a tanulók a napi 8-9 tanóra után már nem olvasással töltik a szabad idejüket. A kötelező olvasmányokat azt mindig kiszoktam olvasni, egyébként szerintem a diákoknak kevés idejük van az olvasásra, mivel mindennapos testnevelés van, illetve faktok vannak délutánként, és úgy gondolom, hogy a diákoknak erre nincs nagy idejük. A bonyolult, összetett feladatok megoldása nem minden iskolásnak megy könnyen. Ezt a PISA-teszt a tanulói teljesítménymérési program is igazolta. 3 évente 3 tudásterületen vizsgálják a diákok képességeit, a teszt pedig nem a megtanult tananyag fölmondását, hanem annak kreatív alkalmazását várja el. A lányok eddig az összes évben jobban teljesítettek, mint a fiúk, de idén először a két nem közötti különbség csökkent. Palkovics László oktatási államtitkár azt nyilatkozta, a lexikális tudás és a kompetencia fejlesztés egyaránt fontos. Lehet látni azt, hogy a középiskola típusokban különböző módon szerepeltek, például a gyerekek a PISA mérésen a 6-8 osztályos gimnáziumban jól szerepeltek, a 4 osztályos gimnáziumban már kicsit kevésbé jól, a szakközépiskolában megint alacsonyabb szinten, a szakiskolákban pedig még alacsonyabb szinten szerepeltek. Ezekből nagyon sok következtetés már most le lehet vonni. Hozzátette, az alkalmazható tudás megszerzése a cél, ennek érdekében pedig módszertani újításokra van szükség. A kormány január közepén bocsátja vitára az új nemzeti alaptantervet. Szinte minden év végén a vállalkozások következő évi terveit jelentősen befolyásolja az adótörvények változása, nincs ez másként az idén sem. A parlament nemrégiben elfogadta azokat az adó- és járulékmódosításokat, amelyek több mint 400 ezer vállalkozást érintenek Magyarországon. Az egyszerűsítéseknek köszönhetően a kisvállalati adózás, azaz a kata irányába próbálják terelni az adózókat, de ez csak egy a sokakat érintő újítások közül. Az egyik legfontosabb változás, hogy a társasági adó mértékét 2017-től egységesen 9%-ra csökkentik a jelenlegi 19%, illetve 10%-ról. Ez közel 400 ezer vállalkozás számára összesen 145 milliárd forint tehercsökkenést jelent. Támogatták továbbá azt is, hogy az egyéni vállalkozói SZIA egységesen 9% legyen. Ez további 1,5 milliárd forintot jelent ennek a körnek. Abban bízunk, hogy a következő évtől ennek köszönhetően, ennek a jelentős tercsökkenésnek köszönhetően a vállalkozások többet fognak beruházni, többet fognak fejleszteni, vagy pedig a pénz, a megtakarított pénz egy részéből nagyobb bérintézkedéseket hajtanak végre, ez pedig a fogyasztási oldalon jelenthet majd
az állam számára akár többletbevételt is. Németh Éva éppen a főbb változásokkal kapcsolatos határidőkre figyelmezteti ügyfelét. Az egyik bajai könyvelőiroda ügyvezetője elmondta, cégük közel 200 vállalkozás könyvelését végzi. Ezek közül a társasági adóváltozás mindenkit érint, a katás adóváltozások pedig körülbelül 20-30 személyt. A következő hetekben pedig lesz még bőven dolguk, tette hozzá az ügyvezető. Ami legfontosabb, ugye feladatok a december 20-ai társasági adó feltöltés és helyi adó feltöltés a 100 millió forintot elérő vállalkozásoknál. Azon kívül ugye ilyenkor át kell értékelni a jövő évi minimálbéremelésekkel kapcsolatos ugye feladatokat. Január 1-ével munkaszerződés módosításokat fognak kapni a dolgozók, amiben már ugye az új minimálbért fog feltüntetésre kerülni. A munkáltatóknak továbbá át kellene gondolniuk a kafetériát, ugyanis 2017-től készpénzben 100 000 forintig is adható lesz, tette hozzá Németh Éva. Berencsiné Németh Marian egyéni vállalkozó, katásadózó. Elmondta, örül, hogy esetében 6 millió forintról 8 millióra emelték meg az értékhatárt, még ha ez sok papírmunkát is jelent számára. December-januári időszak ez mindegyikünk számára egy nagyon erőltetett menetes a jogszabályváltozások miatt. Január 20-ával február 5-tel mindig határidőket kell futni. Ebbe most belerakták, hogy mindenkinek természetesen szerződést kell a minimálbér miatt, tehát nem lesz egy könnyű időszak. Jelentős változás a jövő évre nézve az is, hogy megállapodás született a minimálbér kérdésében is. A garantált bérminimum ugyanis 25%-kal, míg a minimálbér 15%-kal nő 2016-hoz képest. Szilveszter éjszaka ismét tűzijátékoktól lesz hangos az ország. A nem mindennapi látványosságot egyre többen választják szórakozásul, azonban ha nem kellő odafigyeléssel használjuk, akkor komoly baleset is lehet belőle. A szabályokról érdeklődtünk a pirotechnikusoknál, ezzel folytatjuk hamarosan. Rangos elismerést kapott a Magyarországi Horvátok Szövetsége. A kitüntetést Osztrogonáci József a szövetség elnöke vette át a hónap elején Zágrábban. A szervezetet 26 évvel ezelőtt hozták létre, az elismerést az eddigi tevékenységükért érdemelték ki. A Magyarországi Horvátok Szövetsége 1990-ben alakult meg, mint önálló országos horvát szervezet. Eleinte politikai feladatokat is ellátott, napjainkban pedig mint kulturális civil szervezet működik. A több mint negyed évszázad alatt számtalan programot szerveztek, ezek között gyerekrendezvények, bálak, táborok és koncertek is szerepelnek. A horvát köztársasági elnök által adományozott kitüntetést személyesen Kolinda Grabar Kitarović adta az arra érdemeseknek. Osztrogonáci József úgy tudja, Magyarországról ezt a rangos elismerést eddig csak a szövetségük vehette át. A legismertebb politikusok, legismertebb kutatók, sportolók, a Riói olimpián részt vett, első aranyérmeket kapott sportolók voltak, például ott a paralimpián résztvevő sportolók, kulturális szervezetek, de ezek mind belföldiek voltak, tehát horvátok voltak. Mi voltunk egyedül, tehát a szövetség volt egyedüli, amely külföldről úgymond kapta ezt a kitüntetést, és ezt különösen nagyra értékelem. A legjelentősebb sikerei közé sorolja az elnök a szervezet megalapítását, a civil szervezeti alakulásukat 1994-ben, és azt, hogy több mint két évtized után még mindig működnek. A 25 éves évfordulót tavaly Baján tartották meg. Az idén több rendezvényük is lesz még, tette hozzá Osztrogonáci József. Pécset az adventi misére és koncertre várják az érdeklődőket, januárban pedig kezdődik a Prélók sorozata. Az előző évekhez hasonlóan idén is gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportja. A karácsonyt megelőző időszakban egy élelmiszeráruház láncboltjaiban várják az adakozókat, hogy a termékekből összeállított csomagokat még az ünnepek előtt eljuttathassák a rászorulókhoz. Tartós élelmiszerek sorakoznak az egyik bajai élelmiszeráruház előterében. A vásárlók nagy része a saját családján kívül másokra is gondol az ünnepek előtt, és néhány termékkel hozzájárul a Máltai Szeretetszolgálat munkájához. Az Adni Öröm országos akciót minden évben megszervezik, az idei már a 20. Olajat, rizst, cukrot, tésztát, édességet,
gyümölcsöt, az, amit nagyon szívesen fogadunk és várunk. Én azt tapasztalom, hogy az ünnepeket megelőző időszakban sokkal könnyebben adakoznak az emberek, hiszen egy kicsit mindenki készül az ünnepre, és ilyenkor jobban át tudja érezni azoknak a családoknak a helyzetét, akik egy kicsit rosszabb körülmények között élnek. A bajaiak nagyon adakozóak, összegezte a tapasztalatait Maros Beáta. Tavaly például a hatnapos akció alatt mintegy 2 tonna élelmiszer gyűjtöttek össze. Az ezekből készült csomagokat pedig 200 családnak juttatták el. Nekünk is segítettek régen, igazából nem mindig álltunk jól mi se, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez így visszafele is működik. Minden évben, hogyha pont kifogjuk, hogy lehet így segíteni, ruhát is szoktunk egyébként ide is hozni, cipőt, nekem is kisfiam van, egyke, és nem tudjuk hova felhasználni azt, hogy kidobjuk, annak meg nem tartom értelmét, úgyhogy mindig így próbálunk vagy családon belül segíteni, vagy akár így idegeneknek. A munkában a máltai csoport tagjain kívül középiskolások és önkéntesek vesznek részt. Szükségük van az önkéntes segítségre, és örülünk, hogyha tudunk segíteni a szegényeknek, meg a rászorultaknak, és nagyon szívesen segítünk. Sokan hoznak lisztet és cukrot, ezekből mindig nagy mennyiség jön össze. Szükség lenne viszont még konzervre, étolajra és édességre. Ez derült ki az első 2 napon. A gyűjtés december 20-áig zajlik. A szeretett szolgálat tagjai ezt követően az irodájukban osztják ki a csomagokat. Hétvégén már a Frissbácskai Naplót olvashatjuk. A lap karácsony előtti számában beszámolnak a 3. gyertya meggyújtásáról és az adventi időszakhoz kapcsolódó jótékonysági akciókról, mint például az ételosztások, a látás ajándékba programról, vagy éppen a Karácsonyt várva című koncertről. De ezek mellett ismét jó pár oldalt érdemelnek a fejlesztések és sikeres pályázatok is, amelyekről a 3., az 5. és a 9. oldalon is olvashatnak. Az újságnál gondoltak a színház és zenekedvelőkre is, hiszen az elkövetkezendő időszak koncertjeiről, előadásairól is tájékoztatást kaphatnak az olvasók. És természetesen az elmúlt időszak sport eredményei sem maradhatnak ki, amelyek ez alkalommal a 15. oldalra kerültek. A Bácskai Napló legfrissebb számát keressük hétvégén a postaládákban. Rakéták, földönforgók és szikraszökőkutak. Csupán néhány a kedvelt pirotechnikai eszközök közül. Különböző rendezvényeken így szilveszterkor is gyakori jelenség a tűzijáték. Használatuk azonban veszélyes, ezért fontos, hogy csak a megjelölt időpontban gyújtsák meg a lángoló eszközöket. A tűzijáték látványos és felejthetetlen élmény, így nem meglepő, hogy szilveszter közelettével sokan vásárolnak ilyen szórakoztató technikát. Egy évben egyszer van szilveszter, és azt mindenkinek túl kell élni, aki szereti, aki nem, van, aki meg örömét leli benne. Az emberek azonban hajlamosak megfeledkezni a pirotechnikai eszközök veszélyeiről. Meggyulladhat bárki, igen, de elsősorban arra kell figyelni, hogy ne legyen közelében senki, vagy hát úgy, mint legalább 5 méteren belül. A játékok komoly sérüléseket okozhatnak, ha azokat nem megfelelően használják, vagy ha a termékek hibásak. Legutóbb ezt a kínai gyártmányú eszközt hívták vissza a piacról, mert az nem felelt meg az európai előírásoknak. A kormány pirotechnikai eszközökről szóló rendelete szigorúan szabályozza a termékek alkalmazását. Pirotechnikai osztályokra vannak sorolva, T1, T2, P1, P2, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es pirotechnikai osztályok léteznek. Évvégén az 1-es, 2-es, 3-as pirotechnikai osztályokat lehet megvásárolni december 28-tól 31-ig, december 31-ig terjed időszakban, és felhasználni pedig december 31-én este 18 órától másnap reggel 6-ig lehet. Az említett osztályok közül az 1-es és a 2-es osztályba tartozó termékek egész évben megvásárolhatók. Birtoklásukhoz nem szükséges engedély, hiszen azok alacsony kockázattal és zajszinten rendelkeznek. A komolyabb pirotechnikai eszközöket azonban csak is szilveszter estején lehet felhasználni, a hibás vagy megmaradt termékeket pedig január 5-ig lehet visszavinni a forgalmazókhoz. Az év utolsó napján tűzijátékot gyújtani tehát szabad, de fontos, hogy mindenki betartsa a szükséges előírásokat. Már is a sportpercekkel folytatjuk, Putnik Tamás érkezik a stúdióba. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! 2 nagy pofonba is beleszaladt ezen a héten a bajai NKK női kosárlabda csapata. A B csoportos bajnokság nyugati csoportjában a bajaiak kedden az Ajka vendégeként veszítettek 94-73-ra, míg csütörtökön hazai pályán a TFS-e ütötte ki 85-42-re Tamás Zoltán együttesét. A lányok vasárnap az év utolsó bajnokián Pécset lépnek pályára. Az egyéni sportok képviselői már téli pihenőjüket töltik, 3 csapatunk azonban még bajnoki mérkőzést vív a hétvégén.
Szombaton a Bajai Kálsek kézilabdázóira, vasárnap pedig kettő kosárlabda csapatunkra vár megmérettetés. A 2016-os esztendő utolsó hétvégi előzetese következik. Karácsony előtt egy héttel már nagyon csendes a sportnaptár, alig lehet találni olyan sportolót, aki még edzésben van. A Bajai Kálsek férfi kézilabdázói kivételek ez alól, igaz, ők is csak egy különleges ok miatt. Az ősszel a csarnok beázása miatt nem tudták lejátszani a Siklós otthonában lejátszott mérkőzést, ezt az összecsapást pótolják most a felek. A tabella alapján a hazaiak számítanak esélyesnek, azonban ezt a papírformát szeretné borítani sereghajtó együttesünk. Vasárnap pedig a Bajai Bácska FK együttese látja vendégül a PVSK gárdáját. A bajaiak szorult helyzetben vannak, hiszen mindenképpen nyerniük kellene, azonban ezt a sérült Ágfalvi és Mándit nélkül kell megtennie Hosszú István csapatának. Sajnos úgy néz ki, hogy itt a szegény embert az ág is húzza, mert itt a sérülések eléggé úgymond rajtunk vannak, nem tudnak elkerülni minket. Természetesen az, hogy most a Pécssel milyen mérkőzést játszunk, az nagymértékben befolyásolja majd, hogy milyen kerettel érkeznek, mert ugye ezeknek az A csoportos csapatoknak a B csapataik, ez úgymond kiszámíthatatlan, hogy milyen társasággal jön, de ennek ellenére, hogyha kompletten jönnek, akkor is nekünk most már illen egyet nyernünk. A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik az MNAMK sportcsarnokában. Vasárnap a női kosárlabda csapatunk is pályára lép. A héten kettő súlyos vereséget is elszenvedő Bajai NKK 16 órától a pécsi Pink vendége lesz. A sportpercek végén kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Jó pihenést kívánok a hétvégére. Viszontlátásra! Most pedig egy rövid összefoglaló a főbb hírekből. Olvassák, de nem értik. Szövegértési problémákkal küzdenek a mai fiatalok, az okok között több tényező is szerepelhet. Adóváltozások. Több paragrafus is módosul január 1-től, jó néhány területen kedvezőbben alakulhatnak a számok. Felelős szórakozás. Évről évre egyre több tűzi játékot gyújtanak meg szilveszterkor, a szabályokat azonban érdemes betartani. Kedves nézőink, a Bajai Televízió híradóját láthatták péntek este, heti utolsó összeállításunk volt ez, legközelebb hétfőn jelentkezünk majd a szokásos időben, délután 6 órakor. Hamarosan időjárás jelentéssel folytatjuk, és a vízállás felől is tájékozódhatnak. Én megköszönöm figyelmüket a kollégák nevében is, viszontlátásra! Erősen és közepesen felhős területek, illetve időszakok egyaránt lesznek, az ártabb felhőzet északkeleten valószínű. Számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkül a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és mínusz 8 fok között valószínű, de a fagyzugos és havas tájakon mínusz 9, mínusz 10 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul.